legalább a jelenlévőket, hogy tartsanak velünk szeptember 23-24-25-én. Ami miatt még tartsatok velünk, ugye beszéltünk eddig a kulturális programokról, picit fogunk még a borokról beszélni, és hát nagyon fontos része ennek a rendezvénynek a futás is, hiszen egy olyan különleges félmaraton, illetve mátája futásra invitáljuk meg a résztvevőket, amely futáshoz hasonlót sok helyen nem találunk. Szőlőtőkék mellett gyönyörű tájakon futhatunk, nyilván egy kicsit nehezített terepen, de nagyon-nagyon tényleg inspiratív környezetben, hogyha látták a kis filmünket, ahol egy gyönyörű hölgy befutja ezeket a tájakat, már mindenki úgy érzem, hogy rajtszámot próbált ragadni. Na de hát erről a futásról egy picit beszéljünk bővebben, ketten is fognak róla beszélni, Márton Kovács Krisztina fog beszélni az előzményeiről a futásnak, és Rutka János, pedig a Lotus Sports and Events képviselője, pedig a maga főszervezője, maga is sportemberként, futóként fog egyébként erről a kihívásról is, mert egyébként ne rejtsük véka alá, ez nem, tehát nyilván több részből álló futóprogram, melyre nem csak a kezdőket fogjuk meginvitálni, de várjuk a kihívásokra vágyókat is. Krista, mesélj egy picit a hátteréről. Az egyik legfontosabb információ, hogy a gyönyörű völgy az a mi legnagyobb utálunk. Szóval a futásnak is van egy előtörténete, harmadjára én rendezzük meg, és onnan indult, hogy futás közben jött az ötlet, hogy kéne rendezni egy futást, mégpedig édesapám testnevelő tanár, ő már pár éve nincs közöttünk, és nagyon hiányzik, és amikor futok, akkor sokat gondolok rá. A gyerekkorom azzal telt, hogy mindenféle sportrendezvényeken volt az édesapám, amikor kapta a kezében, és mondta, hogy kiválva szaladjon. És hát eszembe jutott, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyet, és akkor egy kicsit rá is emlékezünk. Hát ez idén sokkal komolyabb lesz, mert nem csak Mádról lehet átfutni pályára, hanem igazi profi csapatot hívtunk magunk mellé segítségként, és itt van János, aki elmondja, hogy mit is sikerült ebben az egészben. Nagy szeretettel köszöntöm én is Kőnyát anyakát. Valószínű, aki ismer egy picit, annak először nem a futásnak minden. A nevemről és nevem kapcsolatosan nem volt a közöttem napra. Viszont aki nem csak ismer, azt tudja, hogy rengeteg jótékonysági futáson indult, jól magam is nagyon sokat futok, félmaratonokat, többet hosszú távú futásokat. És így nyertem meghívást tavaly a Nemzeti Bormaratonra, ahol is ugye mindig is mutattuk már a bor és a futás és a sport az egészséges életet kapcsolatát, és itt ismerkedtem meg Balban Attila szervezőtársammal, aki a Nemzeti Bormaraton főszervezője,